rendhagyó módon nem egy vagy két énekes, hanem ezúttal két kollégánk lesz a vendégünk. Bevalljuk őszintén, fogalmuk sincs, hogy szoktak egyáltalán énekelni. De jó szokásunkhoz híven nem is arra vagyunk kíváncsiak, hanem sokkal inkább kulisszatitkokról fogjuk faggatni őket. Illetve arról, hogy hogyan készülnek a nem sokára induló új műsorra, és milyen kihívások érték őket. Hogy és miért kerültek össze ők műsorvezető párként? Gecse Ramona és Szabó Ádám, sok szeretettel köszöntünk titeket itt a műsorban. Köszönjük a meghívást! Szerbusztok! Hogy vagytok? Egészen jól! Szándékosan nem árultuk el amúgy a műsor címét, úgyhogy úgy gondolom, hogy premierben fog itt elhangzani először az üzenet szeretetében, úgyhogy át is adom nektek a szót. Kezdjette. Zebra. A gondolatok átjárója. Wow. De fordítva is tudjuk. Zebra. A gondolatok átjárója. Wow. És miért kapta ezt a címet? Fú, nagyon sokat gondolkodtunk a címen, rengeteg ötlet volt, rengeteg próbálkozás, aztán valamiért ennél maradtunk, ez... Zebra, mindenki először arra gondol, hogy ez egy állat, de tulajdonképpen lehet ez egy, igen, ez egy úttesten lévő fekete-fehér festék. Én arra gondoltam. Először arra gondoltál? Mindenki? Nem az állatra. Én az állatra gondoltam. A címét hallva a műsornak, hogy zebra, és hogy páros műsorvezetés, gondolatok átjárója, ez már sokat sejtett, ugye? Így van, vagy csak egyszerűen minket akartotok utánozni a páros műsorvezetésben? Nem, ebbe bele se gondoltunk. Ez vicc volt. Én belegondoltam tök őszintén. Tudtam, Ádám, mindig is tudtam. Nem, hát ez egy izgalmas dolog abból a szempontból, hogy egy lehetőség arra, hogy egy nő és egy férfi mennyire látja másként a világot, és hogy ez mennyire tud kiderülni. Pontosabban ez a műsornak a lényege, hogy különböző témák által a meghívottak is mindig törekszünk, hogy nők és férfiak legyenek. Tehát a páros műsorvezetés, páros vendégek, és bekapcsolódtok-e ebbe szubjektíven akár a nő, a férfi, Rami, Ádám műsorvezetőként, hisz nagyon sok különlegesség is van a műsorban. Én teljes mértékben bekapcsolódom, ha mondhatom. Pont a tegnap volt egy felvétel, és tehát úgy nagyon érzem a női esélyemet, hogy az mindenképp meg akar nyilvánulni. Ugye ez is a feltétel, de hogyha egy férfi mond valamit, és valóban nem értem, vagy nagyon sokszor meg akarom érteni, hogy ők miért gondolják ezt, vagy miért nem veszik észre azt, amit én már nagyon rég észrevettem. És erre úgy automatikusan, bár azt gondolom, hogy nem kell erre a dologra nagyon megerőszakolni, hanem csak úgy, amennyire adja magát az, hogy tényleg mitől gondolja másként azt a dolgot egy férfi, vagy mitől nem egy adott dologban. Ádám? Igen, azt hiszem, attól tud működni ez a műsor, hogy mind a kettőnket érdekel a téma, amiről szól. Éppen ezért mindig oda megyünk a saját elképzeléseinkkel is az adott témáról, mert ugye mindig egy-egy adott témán keresztül közelítjük meg a barátság, a család, stb. Ezeken a témákon keresztül. De hogy oda visszük a saját gondolatainkat is ezért valamilyen szinten. Ugye néha megnyilvánulunk mi is, mint magánemberként akár, vagy mint műsorvezetőként is, de hogy szerintem attól tud ilyenkor izgalmas lenni, hogy tényleg érdekel, amit a másik mondani akar, és eddig úgy tapasztaltam, hogy nagyon jó beszélgetések alakultak ki így négyesben a műsor során. Ahogy milyen témákat szoktatok bonszolgatni? Nyilván olyasmiről beszéltek, hisz a műsor majd ezután indul, de most már így akkor eláruljuk a kulisszatitok, hogy már egy-két próbafelvételen túl vagytok, tehát már van ilyen jellegű tapasztalatotok is. Így van, én még arra lennék kíváncsi, mert említettél egy-két témát, de azért kíváncsi lennék, hogy azért mégis vannak témakörök, amiket boncolgattok, vagy milyen szempontok alapján választotok témát? Mindenféle igazából. Választ témát valószínű a műsor szerkesztője, aki Miklósi Ildikó, mint tudjuk, híres a maximalizmusáról, és akkor még ti hozzáadtok ehhez, vagy fordított a sorrend? Én azt tapasztaltam eddig, vagy úgy gondolom, hogy az az izgalmas, hogyha ez egy közös dolog, ő is nyitott felénk, mi is felé, egymásnak adjuk az ajánlatokat, hogy milyen irányba lehetne elmenni, mit lehetne még belőle kihozni, mi jut eszünkbe. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen csapatjáték. Igen, néha a szerkesztő adja néha a témát, és akkor mi hozzuk a vendégeket, vagy fordítva sok esetben. Szóval azért benne van a mi kezünk is, természetesen messze nem annyira a kreatív részében a dolognak, de a névkitalálástól elkezdve a díszlet választási pontjáig is mi is bele tudtunk szólni, tehát azért a magunk képére formáltuk ezt a műsort, amennyire tudtuk. Természetesen a vendégek is formálják, sőt, a menetét.
hisz nem tudjátok. Tudjátok előre, hogy hogy reagálnak? Milyen életfilozófiájuk van? Mit képviselnek? Tudjátok általában ezt el? Nem. Hát nem lehet megtenni. Hát nagyon jól kellene ismerni, ugye? Így van, de ez a szép ebben a dologban. Hát még a páromnak se tudom megmondani néha, hogy azt fogja reagálni, vagy nem. Nem, hogy egy vendégnek. De pont ez az izgalmas, és ettől lesz élő egy beszélgetés, vagy ettől tud megtörténté válni, vagy egy beszélgetés, egy találkozássá kialakulni, hogy itt négyünk közt mi az, ami meg tud valósulni. Egy 40 perces nem csak beszélgetős műsorra. Bizony sok esetben játékkal is szoktuk várni a vendégeinket, mert sokszor úgy tapasztalom én legalábbis, hogy amikor helyzetbe hozza valaki az embert, amikor egy kicsit kimozdítjuk a meghívottat is a komfortzónájából, akkor teljesen más kép reagál, teljesen őszintébb reakciókat tud adni bizonyos témákra, ezért szerintem a játékok azok nagyon fontosak, egy kicsit oldják is a hangulatot, mert igen, némiképp a könnyedebb, emészhetőbb hangvételre szeretnénk hangsúlyt helyezni, de alapvetően a játék az egy kicsit azért feldobja. Meg hát mi is ismerkedünk ezzel a helyzettel, hogy mikor mit kell, vagy mikor hogy lehet. Ez olyan másfajta figyelem, amit még nem is tapasztaltam én egyébként. A színpadon. Hát így van, színpadon. Pont erre akartam rákérdezni, hogy amúgy a színészi tapasztalatokat mennyire tudod felhasználni. Gondolom, hogy azért segít, mindenképp segít. Nyilván nagyon sokat segít, tehát hogy van egyfajta koncentrációja ennek a dolognak, ami ugye színpadon is kell, de mégis másfajta érzékelés, hogy figyelek egy emberre, hogy mit fog mondani, közben Ádám teljesen mást kérdez, mert én másfele akartam volna elvinni a beszélgetést, és hogy ebből hogyan tud kialakulni az, hogy hova vigyük, hova tereljük a beszélgetést, de izgalmas, hát lehet a színpadi tapasztalatot használni, De mégis más. Tehát más az, amikor egy szerepet ugye megtanulsz, te is benne vagy, de most én vagyok jelen, és ez nem egy tehát szerep, a különböző karakterek. Én ahogy gondolom, nyilván. Én ahogy viselkedem, én. Hogyan készülsz erre? Bocsáss meg, én muszáj megkérdezem Ádámtól, hogy a kamera mögül légy tapasztalatait hogyan tudja érvényesíteni most a vezetőként. Utána visszatérünk Ramira, mert még kíváncsi vagyok. Őszintén teljesen más típusú tevékenységekről vannak szó, úgyhogy minimális az a dolog, amit át lehet hozni, igazából talán csak a karaktert nem hozod át. Nem, az teljesen, tehát másképp öltözöm, másképp viselkedem őszintén, amikor nem műsorvezetőként vagyok. Tornacipő az van, tehát hogy csak az van. Igaz. Műsorvezetőként is? Műsorvezetőként szeretném, hogy lenne, csak ahhoz nagyon jó tornacipő. Tehát itt a helye, hogy most még a gyorsan a kívánságaidat esetleg egymás között. Az imidzset majd igazítani. Amúgy abban segít talán, hogy igen, én most már így nem felejtem el, hogy a kamera mögött is hány ember van, ugye ezt a műsort is hányan csináljuk egyszerre. Talán abban különbözik a színháztól, hogy itt láthatatlanok a nézők, ugye? Nekünk. Igen, én egyébként egyszer tévéztem egy film, aztán végül nem készült el, de az volt egy olyan szokatlan helyzet, hogy elmondták nekem, hogy innen oda megyek, onnan amoda, itt ezt csinálom ebbe a szögbe, na és akkor kezdjük. És ugye a színpadnak az intimitásával meg vagyok szokva, hogy amikor dolgozunk, akkor azok az emberek vannak ott. És láttam, hogy még körülvesz engem 10 ember, így kamerákat, tehát 20-an, mert hogy mindenki többet lát. És szokatlan volt az, hogy ott most mindenki néz, mindenki lát, kell púderezni, vagy a kérések, hogy most a kamerában nézel, és akkor 30 másodperc alatt el fogod sírni magad, de nem fog kijönni a könnyed. Tehát, hogy ilyen nagyon megtört érdekes. Megtört mozgássorozat, amiből egység lesz, de te már elveszel benne, mire a végére érsz. Valami ilyesmi a mi munkánk is nyilván műsorvezetőként is. Ti mennyire vagytok közeli kapcsolatban, mennyire segít az, hogy egyáltalán amilyen kapcsolatban vagytok műsorvezetőként, vagy nem követelmény, nem is érzitek, majd összeszoktok az idő során? Én már próbálkoztam, hogy találkozzunk ki. Egyszer majd. Hogy beszélgessük, hogy jobban gondoljuk át, de annak is van egy varázs, hogy tulajdonképpen itt a műsorban ismerjük meg igazán egymást. Ezt majd fogja hozni. Én mondom, én igényeltem, hogy kicsit azért beszélgessünk, hogy lássuk ő, hogy gondolja, hogy nem, mert hogy annyira még nem ismerjük egymást. Amúgy figyeltelek az előbb, Rami, amikor Ádám beszélgetett, és minden gondolat kívült az arcodra. Igen, amúgy, igen. Úgyhogy pont erre is akartam rákérdezni, hogy mire számítotok amúgy a közös munkában. Hát mire lehet számítani? Csupa jóra. Abszolút. Én bepróbálom meggyőzni, hogy vegye le a szemüvegét, mert olyan gyönyörű szeme van. És a szemüveget akarja. Leveszem, csak olyankor a sugót néha nem látom. Hát de tényleg intellektuális, ha Ádám külsejéről beszélgetünk, szerintem szemüveggel, úgyhogy látod, két nő sem ért ugyanabban feltétlenül egyet. Visszatelted Ádámmal. Nem, én nem gondoltam, hogy nem áll jól a szemüveg, csupán egyszer levet, és látom, hogy milyen szép szeme van, és azt a szemüveg mindent.
akarja. Amúgy én úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha a munkában is jobban vagyunk, vagy munkán kívül is jobban vagyunk. Nem követelmi, mert szerintem mind a ketten vagyunk annyira profik, lehet azt mondani? Nyitottak. Próbáljuk. Nyitottak. Jó, ez jobban hangzik. Hogy ez ne okozzon problémát, de persze nem árt, hogyha a valós életben is alapvetően nincs a bajunk egymással. Mit tudtok garantálni a nézőknek erről az új műsorról? Mert azt, hogy a szerkesztő mit tud, ugye azért hivatkoztam Ildikóra és a maximalizmusára, azt azért úgy tudjuk. Uh-huh. Miért nézzék az Ebrát? Bizony. Mert mi vagyunk benne. Nem tudom, hát azért nézzék, mert... Vagy 10 év múlva már szerintem nem is lesz kérdéses, viszont... Hát mi igyekszünk, vagy ez mit, hogy mit tudunk garantálni? Hát nem is tudom, mit tudunk garantálni. Jó hangulatot. Jó hangulatot. A játékokból kifolyólag feltételezem, nem... Igyekszünk mindig, vagy én tényleg az a célom, hogy egy olyan izgalmas beszélgetést tudjon mindig kialakulni, amit szívesen nézek otthon. Tehát kattogtatom a tévét, és leragadok egy beszélgetést, mert elkezd érdekelni. Tehát sikerüljön nekünk olyan témákat találni, amelyekre nyitottak az emberek, és azt olyan mélységében és minőségében megvitatni, hogy legyen értelme annak, hogy négyen itt eltöltöttünk 4 órát. Milyen vagy témákat, Ádám? Hát szerintem ez a női-férfi téma, ez alapvetően egyre többet beszélünk róla, és ez így is van jól, de még mindig nem egy eléggé kitárgyalt. Így van. És akkor ilyen szempontból van egy lehetőség arra, hogy minden héten egy kicsit jobban belemenni a konkrétumokba is, mert hogy egy 40 perces műsor keretében is lehet erről tárgyalni, de akkor nagyon csak felületesen súroljuk a dolgokat. Ilyenkor úgy érzem, hogy van időnk, van lehetőségünk belemenni az egyes vendégekkel is, talán akár személyesen mélyebb beszélgetésbe is. Én alapvetően azt mondom, hogy amellett, hogy legyen szórakoztató ez a műsor, én azt szeretném, hogy legyen kissé provokatív is. Nem akarjuk megmondani a tutit semmilyen szinten, de az, hogy egyáltalán egy vitát, egy beszélgetést elindítsunk ezekről a női-férfi szerepekről, ilyesmiről, az szerintem fontos lenne. Túl azon, hogy nő meg férfi, mégis kik lesznek a vendégeitek, a tervezett vendégeitek? Közismert személyiségek, szakmabeliek, pszichológusok, vagy tulajdonképpen egyszerűen? Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezek mind, tehát közismert személyek, akik még nem annyira közismertek, akiket szerintem úgy vélünk, hogy nagyon izgalmasan látják a világot különböző szemszögből. Azt hiszem, a téma hozza a meghívottakat sokszor. Tehát amikor például a legelső műsorunk az egy ilyen általános, áttekintőszerű műsor lesz, egy kis bevezetése ennek az egész témakörnek, oda úgy gondoltuk, hogy 2 pszichológus lenne a legjobb. Mert hogy ők meg tudják adni azt az alapot, amiből elinduljunk aztán, és a többi műsorokban azt kifejtsük azokat a gondolatokat, amik felmerültek akkor. Szoktatok énekelni? Persze. Hát a felkonfunk és Rami, ugye? De hát hadd hallják a teszádból, tehát nem kerülnek el azért a zenés darabok, de túl azon is. De Ádám! Ádám szokott énekelni? Nem tudom, azt, hát hogy verseket hát ír, azt tudom. Hogy énekel-e közben? Vagy elénekli-e otthon a verseit? Én Ramonát tudom, hogy szokott énekelni, úgyhogy de hagyom, hogy ő mondja el. Hogy szoktam-e énekelni? Igen. Szoktam, mindenki. Szerintem mindenki szokott énekelni, hogy mindenki énekel. Én is szoktam, magamban elsődlegesen. Mert befelé. Nincs képzett, de voltam régen kórustag is, úgyhogy énekeltem emberek előtt. Tenor vagy basszus? Vagy a mélyebbik. A mélyebbik. Nem a tudom. Ketten voltunk fiúkon, és volt egy magas, és volt egy mély. Na, én voltam a mélyebbik. Azért kanyarodtam ide vissza, hogy végezetül ajánljuk fel nekik, hogy itt az üzenet szeretettelben, ami zenés kívánságműsor, mint tudjátok, üzenjetek. Felajánljuk a lehetőséget nektek is. Annak, akinek szeretnétek, vagy azoknak, akiknek szeretnétek, használjátok ki a lehetőséget, megtehetitek a saját kamerátokba. Gondolatot is lehet üzenni? Bármit. Akkor én Tusai és Anna nagymamájának szeretnék üzenni, mert tudom, hogy néha szokta nézni az Erdély TV-t, és egy nagyon, nagyon kellemes napot kívánok a mai napra, vagy a következő napra, de mindig. És nézze az Ebrát. És nézze az Ebrát, igen. Én minden egyes jövendőbeli nézőnknek szeretnék üzenni azzal, hogy nézzék az Ebrát, és külön kiemelném Balogh Tamás barátomat, mert tudom, hogy ő minden héten fogja nézni. Ezt a műsort is nézi, úgyhogy azért külön neki üzenek. Az üzenet szeretettel vasárnap délben van, tehát az egy megalapozott hangulat. A hét eleje viszont egy ilyen, hát a legtöbb embernek nem a legvidámabb napja, egyezünk meg, viszont itt jöttök ti a képbe, hogy hétfőn este
Este 8 órától. 8 órától, és hétfőnként este 8 órától, október 26-ától. Vidámmá fogjátok varázsolni a hétfőket. Pont ezt akartam kérdezni, ezt akartam, hogy ők mondják el írva, de most már elállultam. Zebrán. Találkozás a zebrán, a gondolatok átjáróján. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük. Sok sikert. Köszönjük. Köszönjük.